Kunalmi Ágnessel kezdjük tehát a mai esti, a pénteki egyenes beszédet. Jó estét kívánok önöknek, és jó estét kívánok képviselőasszonynak is. Jó estét kívánok. Pont ott tartottunk, amit itt az ajánló végén mondtam, hogy a foci és a világbajnoki stadionok, de ezügyben Orbán Viktor teljes önmegtartóztatást hirdetett. Tehát azt mondta, hogy nincs is rá szükségünk, az butaság is lenne ilyen stadionokat építeni. Hát úgy látszik, hogy az andorrai vereség, megalázó vereség után már a miniszterelnök is egy kicsit óvatosabban fogalmaz. De hát... Azt... Gondolja, hogy lejjebb veszünk a futballambícióban? Ó, nem hiszem, csak sajnos a magyar futball és a világszínvonalú futball az két külön kategória, két külön fogalom a világban is. Hát azt szoktam mondani, hogy nálunk foci van ott, meg futball, és ez két különböző sportág, ezt néha látjuk is, tegnap a Földi is megmutatta. Mire költi az állam a rendelkezésére álló pénzt, és ezt vajon milyen eredményességgel műveli? Az OECD elkészítette azt a tanulmányt, amely egy friss tanulmány, és amelyen rendszeresen szembesítik a világ hozzájuk valamilyen módon köthető államait. Ez egy 300 oldalas elemzés Magyarországról, meglehetősen lesújtó. Az derül ki belőle nagyon sommásan, hogy hát pénzünk tulajdonképpen lenne minden olyan dologra, amit józan észre fontosnak gondolunk. Egészségügy, oktatás, a bérek bizonyos mértékű emelése, az infrastruktúra javítása, autópálya építése, stb. Csak megy a pénz mindenfelé. Hát ez az OECD jelentés egy újabb lesújtó jelentés Magyarországról, és ugye pontosan úgy fogalmaz a jelentés, hogy azt a pénzt, ami rendelkezésre áll Magyarországon arra, hogy jó oktatást, jó egészségügyet csináljunk, vagy egyáltalán egy okos államot hozzunk létre, azt is rosszul költi el a magyar állam. És ez a legfontosabb megállapítás az OECD-nek, hogy ami rendelkezésre áll, azt is bután, ostobán, pazarlóan, ez a legjobb szó, és nagyon fontos, ezt is kiemeli az OECD, korruptan. Tehát ezek így együttvéve már bizony azt eredményezik, hogy a magyar kórházakban meghalni járnak az emberek, hogy az iskolából nem jön ki semmilyen tudással a gyermek, és hát bizony megint az állam túl sokat költ önmagára, megint önfenntartó, és hát az egészségügyi állapot a magyaroknak nagyon rossz. Vajon azt a kormányzati szándékot mi darálhatta be az idők során, amiben mondjuk Lázár János, amikor kinevezték miniszternek, a nyilvánosság elé lépett, hogy az egyik fő ambíciója, hogy az állami szektort a minimumra csökkentse, a korrupcióról akkor nem volt annyira szó, de sokkal több szó esett a bürokráciáról. Igen. De ezek az ambíciók, ezek hova lettek? Elmondom, hogy hova lettek. Például, ha csak az oktatásnál megállunk, akkor például a legnagyobb állami foglalkoztató a Klebersberg intézmény fenntartó központ. Tehát Lázár Jánosnak az álmait, vagy azokat a lózungokat, amit elmondott a magyar nyilvánosságban, hogy csökkenteni kell az állami bürokráciát, párhuzamosan azt mondta, hogy hatékonyabbá kell tenni, ismerjük ezeket a szövegeket, nem sikerült, hiszen a legnagyobb foglalkoztató a Klebersberg intézmény fenntartó. Más szempontok felülírták ezeket a vágyakat? Így van, azok a szempontok, például a központosításnak a szempontja, és mindjárt mondom, hogy itt miért az a probléma, hogy az állam túl sokat költ magára, itt is van az oktatásra valamennyi pénz a költségvetésben, valamennyi pénz a GDP-ben, csak hogy értsék az magyar állampolgárok, befizetjük az adónkat, hogy ebből jó iskolákat csináljunk, és azt látjuk, hogy létrehoztak egy olyan buta központosított intézményt, ami önmagát emészti fel, felemészti azt a pénzt, folyamatosan generálja a hiányt. Évek óta csak azt halljuk, hogy a Kliknek ekkora az adóssága, így nem tudja a rezsiszámlát fizetni, miközben maga a rossz rendszer, amit létrehoztak, az folyamatosan termeli az adósságot. Tehát ez okozza azt, hogy az állam ostobán, hatékonytalanul és pazarlóan költ önmagára, miközben a rendszer a gépezetnek a végén nem jön belőle ki egy olyan kisgyermek, aki aztán kamasz és sikeres felnőtt, aki leveri a német iparnak a teljesítményét is akár. Hát itt vannak azért még bőségesen adatok. Én nem akarok sok számot mondani, inkább a tényeket egyszerűen lényegi számadatok nélkül, de egyet-kettőt mégiscsak meg kell neveznem. Az egészségügyi arányok, az OECD átlag 18,7%, a közkiadások 18,7%-át költi az egészségügyre az OECD átlagban az államok nagy része. Magyarországon 10,6, tehát majdnem a fele annak, amit a többi állam költ. Igen, tehát ez a másik fele. Ezt látjuk, amikor arról beszélünk, hogy romokban az egészség. Ez így van, az éremnek az egyik fele, hogy létrehoztak buta központosított intézményeket, többek között az egészségügyben is van egy ilyen intézmény, ami csak nyeli ostobán a pénzt.
A másik oldal az éremnek meg az, hogy ki is vontak egy csomó pénzt ezekből az ellátó rendszerekből. Tehát az egészségügyből is hiányzik az a forrás, ami miatt egyébként én például egy mammográfiai vizsgálatra bejelentkeztem, 4,5 hónap volt az első időpont, amit tudtak nekem mondani. Tehát ma ott tartunk, pénzhiány, ezt akarom mondani, hogy pénzhiány miatt, ha nem vagy országgyűlési képviselő, ha nem ismersz egy fideszest vagy egy főorvost, vagy nincs elég pénzed, akkor lényegében azzal a daganattal lehet, hogy 4,5 hónap után meg is halsz. Nem ismersz egy fideszest vagy egy főorvost, ez borzasztó. Ez így van, ez a magyar valóság. Legalább orvos kéne hozzá, és ne politikus. Abszolút így van, de sajnos már orvos nincs, és a politika ma minden szempontot felülír, nem csak az egészségügyben, mondtam ezt a példát, mondom az igazgatói kirúgásokat, amivel egész héten vagy már 10. napja hangos a sajtó, lényegében a saját embereiket teszik mindenhova, és politikai tisztogatás zajlik ebben a pillanatban is az oktatásügy területén, mert hogy jönnek a választások, és mindenhol a kulcspozíciókban őket kell elhelyezni. Hát az egészségügy területén is látja, most gondolom a sportkórház körüli cirkuszt, hogy abszolút, lesz ott igazgató, vagy van, hogy nem valaki. Így van, de mondhatnék egy másikat is, például, hogy Csányi Sándor bevásárolta magát, nem véletlenül az a magánegészségügyi rendszerbe, mert hogy hagyjuk lerohadni a magyar állami egészségügyet, hagyjuk lerohadni a magyar állami iskolákat, miközben az oktatás területén visszük ki a pénzt az egyházak irányába, és visszük ki az egészségügyben a magánszektor világába. Hát másfelől meg akinek pénze van, úgyis a magánegészségügyet fogja választani, tehát ettől lesz jó üzlet a magánegészségügybe a pénzeseknek befektetni. Ez így van, csak hogy egyre kevesebb olyan ember van ma Magyarországon, aki ezt megbírja fizetni. És ez a tragédia a Fidesz politikájában, erre jó rávilágít, amit ön mond, hogy a középosztályt ért el, bármennyire is sikeres az egykulcsos adó, de egy nagyon kicsi százaléka a magyar társadalomnak, aki ebből sikeresen él. Tehát ma már egy középosztálybeli, egy pedagógus édesanyja és egy egészségügyi dolgozó édesapa, vagy egy rendőr édesapa, szintén nővér édesanyja, csak hogy mondjak példákat. Ők korábban azért, ha bementek az egészségügybe, egy olyan széleskörű alapszolgáltatást és alapellátást kaptak, és nem szembesültek azzal, hogy a legjobban Európai Uniós forrásból felújított kórházainkban lényegében cserekereskedelem zajlik. Tehát ők még hozzájutottak egy olyan iskolához, hogy érettségig, de még egy főiskolai diplomáig is el tudták a gyerekeiket juttatni. Ma lényegében 2017-ben, ha van pénzed, kapsz jó egészségügyi ellátást, ha nem, meghalhatsz, beteg maradsz. Ha van pénzed, kapsz jó oktatási ellátást, ha nem, akkor marad a lepusztult állam. Előre tudom, hogyha ezt egy kormánypárti politikusnak fogom felvetni ezeket az adatokat, akkor azt fogja mondani, és egy tényleg érdekes, hogyha az egészségügyi átlagszámokat nézzük 18,7, meg a magyar 10,6, az valóban durva elmaradás. Na de ehhez képest, ugye Svájcban 6,5% csak a költése az egészségügyre. Ez mutatja azt, hogy nem ezen múlik az egészségügyi ellátás színvonala. És ugye ez lesz nyilvánvalóan a válasz, de Svájcban a magánegészségügy dominál a közkórházakkal most szemben. Akkor ezzel az érvrendszerrel szemben én mondhatnám azt, hogy nézzük már meg egy magyar nővérnek az átlag fizetését, meg egy svájci nővérnek a fizetését, és azt hiszem ezzel mindent elmondtam. Hát nagyjából, igen. Oktatás. Nem annyira drámai a látvány, mint mondjuk az egészségügyben. Az OECD átlag 12,6%, a magyar 10,6%. Ez az oktatási büdzsé. Tulajdonképpen, ha úgy nézzük, akkor olyan nagyon durva változás ebben nincsen. Tehát ez nagyjából ugyanaz a különbség, ami volt évekkel ezelőtt. Ez így van, de még egyszer is itt jön vissza az, hogy hogyan költük és milyen prioritásokra költünk az oktatáson belül is. Ha folyamatosan egy intézmény központú oktatás van, és nem gyerekközpontú, nem jut el a gyerekekig a pénz. Nem jut el a pedagógusikig a pénz, a béremelésen kívül lényegében azért emeltünk bért a pedagógusoknak, hogy maguknak kelljen megvenni a krétát, meg a tisztítószert az iskolába. Nonsense, hogy maguknak kelljen a nyelvórákra fénymásolni, meg egyébként a régi normális tankönyvekből, a buta egyenállami tankönyvek helyett fénymásolni a gyerekeknek a házi feladathoz, meg a dolgozathoz a leckét. Tehát ez a probléma, és ráadásul a klik minden pénzét felemészti az oktatásnak. Tehát ez egy nagyon-nagyon buta létrehozott szervezet, meg is fogjuk szüntetni, ha meg tudjuk nyerni a választást, mert semmilyen szükség nincs rá. Nagyon sok olyan problémát generál a Klebersberg intézmény fenntartó központ, ami korábban nem volt. Viszont egy sikerre hadd hívjam fel a figyelmét. A szociális ellátórendszeren a kormánynak sikerült megtakarítani a 4,5%-ot 2007-hez képest, a 2007-es 10 évvel ezelőtti adathoz képest. Fantasztikus siker. Nagyjából ez az egyetlen valódi megtakarítás ezekben az adatokban, amiket itt látunk, a rászorultakon sikerült megtakarítanunk. Igen, de ez egy nagyon
buta, önfelélő politika, hogyha egy ország vezető politikusai a legszegényebbektől tényleg mindent elvesznek. Nem csak mondhatnám azt, hogy nyilván embertelen, hogy az én szociáldemokrata lelkem, eszem ezt nem engedheti meg magának. De ostoba is, mert ez a probléma nem tűnik ám el, hanem még tovább fokozódik. Szociális ellátórendszerből kivonni a legrászorultabbaknak, nem megfogni a kezét, az sokszorosan visszaköszön negatívba az ország jövője szempontjából. A logika szerint, ahogy az OECD listáz, az képest én előre szaladtam a központosítás tekintetében, mert hogy arról szól az a rekord is, hogy 30%-kal nőtt 2009-hez képest a központi kormányzat által alkalmazottak száma, ugye a bürokrácia csökkentés és Lázár János, igen, ezt hoztam fel, itt a válasz 30%-os növekedés, nem hogy csökkent. Igen, hát ez a központosítások miatt többek között így van. Ezzel mit tudnak kezdeni, hogyha hát ez... mondjuk lesz egy kormányváltás, mert ugye itt ez rengeteg ember egzisztenciáját érint, abszolút, onnantól kezdve, hogy őket fölvették oda dolgozni, onnantól kezdve gondolom két kézzel kapaszkodnak az állásukba. Abszolút, és ezek már olyan emberek, akik lényegében a Fidesznek az emberei. Legtöbb helyen... Nem feltétlenül, lehet, hogy egyszerűen nagyon csak munkát jó szakemberek kapott is vannak közöttük, de azért látom azt folyamatosan akár az iskolákon keresztül, az iskolaigazgatók kinevezésén keresztül, a klikhelyi embereinek a kinevezésén hát keresztül. Hát ők a vezetők. De ez a rengeteg ember, ez a milliónyi ember, ez nem, igen, a vezetőkből áll. Hatékonyabbá kell tenni az államigazgatást. Lázár úr egyébként jó irányba kezdte el, csak hát beletört a bicskája, mert politikai szempontok felülírták. Tehát az egyablakos, tehát a kormányablakok létrehozása, az egyablak, ez például egy nagyon jó rendszer. Ez nem azt jelenti, hogy utána ezeknek az embereknek ne lenne munkája, csak okosabban is lehet egy államnak működnie, és ezeknek az embereknek más területeken is meg tudnák állni a helyüket. Egy fölpuffasztott államigazgatás, ez leginkább azokban a rendszerekben jellemző, ahol a politikának valamilyen hasznot. Az államigazgatásban dolgozóknak kell tartaniuk a kormányváltástól? Nem kell tartaniuk. Mint ahogy nem kell tartaniuk a pedagógusoknak se, sőt, nagyon jegyezze meg mindenki, amit mondok. Ma akár a kisebbséget, a cigányságot, de igaz ez a magyarországi zsidókra, pedagógusokra, igazgatásban dolgozókra, senki más nem tudja megvédeni, csak az MSZP. Mert? Hogy fogják megvédeni őket? Például attól a retorziótól, ami utána következne, a Fidesznek a retorziója szerintem veszélyesebb sok tekintetben. Hát nem az MSZP retorziójától nem tartanának adott nem esetben? Az MSZP-et sose csinált. A Fidesznek ez a mentalitása, hogy aki nincs velünk, az nincs. És ezt most már érzik a bőrükön azok is, akik már ebben a két ciklusban lettek a Fidesz alatt kinevezve, és már ők is sokszor kegyvesztetté válnak. Önök nem fogják vizsgálni, hogy ki MSZP-s, ki jobbikos, ki fideszes, ki hova szavazott? Nem, mert egy állam rosszul működik akkor, megdöglik egy állam, ha ezeket a szempontokat ott érvényesítik, ahol nem kellene. Ebből is látszik, ezért tart egyébként Magyarország pontosan itt. Ezért a túlpolitizáltságért lényegében. No, hát akkor egy másik téma. Balogh Zoltán és Tusványos. A magyar közösségek és a kormány sem döntötte el azt a kérdést, hogy a határon túli magyarul beszélő cigányok tehertétel vagy erőforrás. Balogh Zoltán szerint ezt el kell dönteni, és arra programot kell csinálni, akármelyik mellett is tesszük le a boksunkat. Hát mindig azzal bántjuk a kormányt, hogy nem beszél őszintén. Hát ez most itt őszinte. Hát én azt hiszem, hogy önnek igaza van. Ez világos, félreérthetetlen rasszista beszéd. Egyszerűen nem tudok erre mit mondani. A másik meg az, hogy nagyon embertelen gyerek és gyerek között különbséget tenni. A feltételes mód, hogy még nem döntött el a magyar kormány, hogy a cigány gyerekeket tehertételnek vagy hasznos dolognak tartja, ez ugye abból fakad, hogy a szlovákiai és hát leginkább a romániai cigányság magyar identitású. Tehát magyar identitás, és aki ezzel a területtel egyáltalán foglalkozik, ugye az a tisztában kell lenni, hogy ott vannak cigányok is, cigánygyerekek is. De inkább nehéz helyzetben vagyok, mert már olyan sok jelzőt mondtunk. Hogy mondjak el valamit? Én ugye a jogi karon a politológián a szegregáció-integráció kérdéskörében írtam a szakdolgozatomat, és én a rendszerváltás előtti figurák, akik foglalkoztak ezzel, Balogh Zoltán is foglalkozott a cigányság integrációjának a kérdésével, de érteni fogják a tévénézők, és ön is azt hiszem, ha azt mondom, hogy már akkor is, amikor olvastam erről, vagy visszaolvastam interjúkat, az volt a benyomásom abban a millióban, hogy nem az volt a célja a mostani miniszternek akkor, hogy ezt a kérdést megoldja,
hanem egész egyszerűen az akkori rendszernek a legitimációját akarta ezen keresztül megkérdőjelezni. Jellemző volt ez más rendszerváltó pártokra is, de rá is, véleményem szerint. Innentől kezdve azt hiszem, ezt helyén lehet kezelni. Ez egy rasszista, nagyon durva rasszista megnézés. Folytatta, és az utolsó mondatot azért említem most itt külön, egyrészt, mert ön a gyerekekre gondolva beszélt mindenről, miközben ennél kiterjesztőbe magáról a cigányságról beszélt, de valóban szólt a gyerekekről, hozzátette, hogy azt is el kell dönteni, hogy a közös iskola jár-e és jó-e a gyerekeknek, vagy esetleg külön iskola kellene a cigány gyerekeknek, külön rájuk vonatkozó programmal. Hát ő a szegregált iskola rendszerben hisz, hogy a gyerekeket külön kell nevelni. Nem csak a cigányságra érti ám azt, hogy őket össze kell zárni, akik putriba születtek, bár hozzáteszem, ha egy csapat kisgyereket, akik a putriba születtek, összezárnak, mi lesz az a motiváció? Mi lesz az a pont, az ösztönző rendszer, amivel ők egyébként ki fognak ebből törni, hanem ő a szegény gyerekekre is gondol. Sokszor elmondta a szeretetteljes szegregációt. Az nem igaz, hogy akkor legitimálva van ez, hogyha egyébként szeretjük, hogy szeretetből zárjuk össze őket. A gyerekeknek fejlesztés kell. A modern pedagógiában és a fejlett civilizációban mindenütt, ez már több tíz éve kipróbált gyakorlat, de az Amerikai Egyesült Államokban a fekete bőrűeknek az integrációjában is, hogy azok a gyerekek, akik halmozott a hátrányos helyzetű térségekben és nagyon szegény családokba születnek, például putriba, sokkal jobban fejlődnek, hogyha össze vannak egy osztályterembe engedve középosztálybeli társaik. Ugye a középosztálybeli társak meg attól félnek, hogy őket meg lehúzzák. Na ez a nagy kritika. Nincs olyan kutatás. Én legalábbis nem nagyon találtam olyat mértékadó kutatást, amelyik azt mondta volna, hogy egy középosztálybeli gyermeket az visszahúz, egy jó pedagógiai program és kiváló pedagógusi teljesítmény mellett, hogyha halmozott a hátrányos helyzetű gyerekekkel tanulnak együtt, sőt, azokból lesz meggyőződésem a jövő jó politikai, gazdasági és kulturális vezetői, akik kellő időben gyerekkorban látják, hogy vannak másmilyenek is, ha látják, sokkal érzékenyebbek lesznek, sokkal felkészültebbek lesznek a jövő kihívása és problémái elé. Ugyanis meg kell érteni azt, attól, ha homokba dugjuk a fejünket, ha bűnbakot képzünk bárkiből, ha nem lenne cigányság ebben az országban, ettől másoknak nem lenne jobb. Hát egy dolgot Balogh Zoltán kétségkívül elért, hogy innentől kezdve erről egészen másképp fogunk beszélgetni erről a témáról, mint ahogy korábban beszélgettünk. Köszönöm szépen. Én is köszönöm a lehetőséget.